Köszöntöm Önöket, ez az Esti Mérleg. Városi és megyei cégek, nagyvállalatok képviselői érkeztek ide a Széchenyibe a mai nap folyamán, azzal a nem titkolt céllel, hogy leendő munkavállalókat toborozzanak maguknak. Erről lesz szó a mai mérlegben. Egy vállalkozóvá válással kapcsolatos kérdőívet töltenek ki épp széchenyis diákok. Az iskolában pályaorientációs napot tartottak. Több fehérvári és megyei cégtől, illetve nagyvállalattól is érkeztek előadók az intézménybe. A nap célja egyértelműen a duális képzés, a fehérvári szakok és a megyei munkáltatók népszerűsítése volt. Minden évben vannak olyan igazgatói napok, amit vagy szünetre fordítunk, vagy pedig tanítás nélküli munkanapokra, és a jelenlegi törvényi szabályozás szerint pályaorientációs napot tartani kell minden iskolának minden évben. Nekünk ez ugye kézenfekvő a város szempontjából, mivel a felsőoktatásban mennek a gyerekeink nagy része, és a duális felsőoktatás gyakorlatilag Fehérváron virágzik. Ennek köszönhetően a célunk az volt, hogy bemutassuk azokat a cégeket, akikkel amúgy is partneri kapcsolatunk van, és ennek köszönhetően a gyerekek olyan világot lássanak, amit mondjuk itt az iskola falain belül mi csak el tudnánk nekik mondani, de ha ide jönnek a cégek képviselői, és ténylegesen beszélnek arról, hogy mi várhat rájuk ott, hogyha oda mennek az egyetemi képzésük alatt a részben ott tanulni, részben pedig az egyetemen, akkor ez sokkal nagyobb lehetőség nekik, mint az itteni beszélgetéseink lennének csak. Ennek köszönhetően most idén volt a legmagasabb jelentkezés a cégek részéről, 23 cég képviseltette magát, illetve igyekeztünk még olyan programokat is szervezni, ami házon belüli tanáraink, akik amúgy a cégek világában is dolgoznak, akár ilyen HRS vonalon, akár pedig robotika vonalán, és ők is bemutatkoznak az adott osztályoknak, hiszen egy csomó olyan ember van, aki más tevékenységet is folytat, csak ez nem derül ki a gyerekek számára, és akkor itt próbálunk nekik, hogy a munka mellett is lehet még egy ilyen hobbiként, ami egy előbb-utóbb munkává változik, tevékenykedni. Ha arról beszélünk, hogy duális képzés, akkor milyen érvek szólhatnak emellett a képzési forma mellett? Miért érdemes egy most végzős diáknak ezt választani? Ez úgy gondolom, hogy ha a saját magam egyetem éveiből indulok ki, akkor mindig hallgattam azt, hogy mi lesz az iskolában, mit fogok tanítani, hogyan fogom tanítani, de gyerekeket nem láttam a végéig. Tehát az utolsó év jó, az tanítási gyakorlatokról szólt, de sokkal nehezebb volt elképzelni másodéves koromban azt, hogy mit fogok tapasztalni majd ténylegesen egy iskolában. Maximum annyi tapasztalat lehetett, amennyit a saját iskolás éveimből tudtam. Na most, ha úgy nézem, hogy mondjuk a Széchenyi esetében a műszaki területek milyen gyorsan fejlődnek, akkor ha beültetünk 5 évre, vagy 3 plusz 2 évre egy gyereket az egyetemi padokba, akkor gyakorlatilag elmehet a szakma felette, mire ő végez. Tehát mondjuk a negyedik évében már lehet, hogy amit első évben tanult, az elavult technológiává válhat. Ha viszont úgy oldjuk meg a történetet, hogy napra készen heti X alkalommal már a cégnél tölti a gyakorlati idejét, és az elméleti tárgyak oktatására jön az egyetemre, akkor ez egy óriási lehetőség, és emiatt alakul át a szakképzés is ebbe az irányba. És a jövő tanévtől beiratkozók ugye 11. évfolyamtól már a cégeknél lesznek, akár ösztöndi, akár munkaszerződés formájában, és így a 11. évfolyamunk is már ezt fogja tapasztalni, úgy megy vizsgázni akár, hogy a cég már biztos állásajánlatot is adhat neki, vagy az igazi cél még az, hogy a 11. a céghez kimenő gyerek majd az egyetemi padból úgy jön ki, hogy ugyanáll a cégnél töltötte az idejét. Akkor, hogyha már itt a szakképzés szóba került, ugye itt volt most jelentős változtatás az elmúlt időszakban, ez pozitív irányba tereli el most a diákokat, vagy hát ez jó-e nekik ez a változtatás, ami most történt? Erre a kérdésre úgy szoktam válaszolni, hogy jelentős, alapjaiban megváltoztató rendszer lesz az új szakképzési törvény, ami ugye részben már január 1-től él, a nagyobb volumenű részei azok pedig a szeptember 1-ben iratkozó gyerekekre lesznek majd érvényesítve. Eddig mindig az volt a tapasztalat, hogy valamilyen részt kicseréltek a törvényben, módosították, majd újabb hibák jelentkeztek, vagy pszichomechanikai hangolások, és most van először az, hogy egy teljesen új koncepció valósul meg, és ez óriási lehetőség. Tehát a szakképzés olyan szinten felfelé fog ívelni, ami most is megtörtént már, de hogy ennél még jóval magasabbra tudunk menni az új törvény adta lehetőségekkel. Azok a Fehérváron lévő képzések, amik az itteni mostani végzősöknek vagy 11-eseknek érdekesek lehetnek, illetve ahova jelenzően tovább szoktak menni, tovább tanulni. Hát ugye nekünk
Ilyen szempontból szerencsés helyzetünk van, mert minden olyan szakgimnáziumi, most még szakgimnáziumi, a jövő évtől technikumi szakmáink vannak, amik a műszaki felsőoktatásban Fehérváron elérhetők. Gondolok itt a gépgyártás technológiai technikusunkra, ami az a kimenete, hogy a gépészeink, akik a Óbudai Egyetem gépészmérnök képzéseire tudnak menni, amiben egyébként a Széchenyi most már az elmúlt 3 évben bekapcsolódott, mert a gépészmérnök duális hallgatók gyakorlata az nálunk valósul meg most már 3. éve a mi műhelyünkben. Vagy mondhatom a villamosmérnök szakot is, ami az elektronikai technikusainknak ad lehetőséget, és ugye a mérnök informatika, ami az összes szoftverfejlesztő, rendszerüzemeltető szakmáinknak is lehetőséget ad. De a két tannyelvűseink sem tudnak aggódni, mert hogyha jól az információim, akkor angol nyelvű képzés is lesz már az egyetemen, ami miatt akár úgy is tudják folytatni, hogy azt, amit megszoktak, hogy itt a középiskolában a szakmai tárgyakat angol nyelven tanulják, ezt folytathatják egyetemi szinten is. A duális képzés már jelen van a városban egy jó 4-5 éve talán. Igen. Vannak-e visszajelzések, hogy akik innen mentek tovább tanulni, azoknak hát lassan most már ott diplomáznak, hogy jött be ez a fajta felsőoktatási forma? Igen, ha jól emlékszem, akkor tavaly júliusban volt az első olyan diplomátadója az Óbudai Egyetemnek például, aki az első, a duális képzésben résztvevő hallgatók végeztek. A mi tapasztalataink azok nagyon szeretik a gyerekek ezt a formát, és éppen ezért vált, ha csak a mi technikusainkra gondolok, akik szintén már ilyen formában vannak a munkavilágában részben, nagyon szeretik, a cégek nagyon elismerően nyilatkoznak róluk, és például ha a saját példánkból indulok ki, az OK és bizonyítványosztáskor már úgy állott a tanuló legtöbb esetben, hogy munkaszerződésre vár, kvázi a bizonyítvány átvétele után alá is írhatja a papírjait, tehát ilyen szempontból nagyon jók a visszajelzések, és a cégeknek pont az a problémája inkább, hogy még több tanulót szeretnének, úgyhogy ezt is megpróbáljuk, ezt az igényt is kielégíteni. Nem tudom, hogy ilyen arányokról tudunk-e beszélni, hogy az itt végzettek a tovább tanulóknak mekkora a hányada marad itt Fehérváron duális képzésben, tehát hogy mi a jellemzőbb, hogy inkább mennek azért most még Budapestre, más irányokba tovább tanulni, vagy inkább Székesfehérvárt választják? Azt tudom mondani, hogy a nálunk végzettek körülbelül 20%-a marad itt. Én úgy gondolom, hogy ebben benne van az is, hogy az érettségi szerzettek nagyon szeretnének a családtól kicsit távolabb kerülni az egyetemi évek alatt, és ennek köszönhetően egy komoly munka van még abban, hogy rájöjjenek arra, hogy ez mind a családoknak anyagilag egy óriási lehetőség, hogy helyben tudnak tanulni, és nem kell az ottani életüknek a háttértámogatásával is még foglalkozni. Ennek köszönhetően ez évről évre nő egyébként, tehát hogyha az első időszakra nézek, akkor ugye 8-10% volt, most ez a 20%, és szerintem ez csak felfelé fog haladni. 200 cég tartott bemutatkozó előadást a diákoknak a délelőtt folyamán, többek között a Denso, a Grundfos, a Széphő, az Arkonik és a Videóton is képviseltette magát, de kitelepült a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara is, akik számos jó tanáccsal szolgáltak az érettségi előtt állóknak. Fejér megyei Kereskedelmi Iparkamara szolgáltatásait hoztuk el a fiataloknak. Valójában ők, amikor kikerülnek a munkavilágába, hogyan tudnak vállalkozóvá válni, hogyan tudnak a kamarához fordulni, milyen szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, illetve ezt megelőzően hogyan tudnak részt venni olyan szakmai versenyen, ahol akár európai bajnokságra, világbajnokságra ki tudnak kerülni. Mi ezt egybekötöttük egy interaktív játékkal is, keresztrejtvényfejtéssel, adott esetben egy Európás önéletrajz kitöltésével. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy tisztában legyenek ezekkel az információkkal. Hogyha már itt az előadások arról szóltak, hogy hogyan tudja a kamara segíteni őket, akkor egy-két példát hozzunk, hogyha valaki kikerül egyetemről, akár vagy csak innen egy technikumi képzésből, akkor hogyan tudja majd a kamara segíteni őt, hogy mi az első lépés. Tulajdonképpen a tanulmányai során elsőképpen egy duális képzésben vesznek ők részt, hogyan tudnak kikerülni egy külső gyakorlati képzőhelyre, ugye ebbe tudunk nekik információt nyújtani, tanuló szerződéskötésben, illetve a későbbiek folyamán hogyan tudnak a munkavilágában elhelyezkedni, ebben tudunk neki segíteni. Ha valaki pedig vállalkozóvá válik, akkor pedig különböző szolgáltatásokkal tudjuk segíteni a vállalkozását, akár egy európai külpiacra történő kilépéssel, ezek a szolgáltatások a kamarában megtalálhatók. A duális képzési forma, az miben jelent előnyt nekik, fiataloknak, mint hogyha egy sima, úgymond sima képzésben lennének?
A duális képzési formában ugye már kint a munkavállalónál megismerkedhetnek a munkavilágával, a munkakörnyezettel, magával, azzal a munkaléttel, ahova be fognak majd illeszkedni, és én azt gondolom, hogyha valaki a gyakorlati képzőhelyen tölti a gyakorlatát, külső helyen, tehát nem iskolai tanműhelyben, ezt követően akár még annál a cégnél is tud maradni, ahol ezt megkezdte, és mindkét félnek azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív, hiszen az első perctől kezdve már ismeri azt a vállalkozást, azt a gazdálkodó szervezetet, ahol a gyakorlatát tölti, majd később akár munkavállaló is lesz. Most itt a duális képzés Fehérváron már egy ilyen komolyabb múltra, hogyha így nézzük, tekint vissza, tehát egy 4-5 éve van, már van olyan, aki diplomázott ebben a képzésben. Van-e ilyen felmérés, vagy mutatók vannak erre vonatkozóan, hogy jobban teljesítenek a duális képzésben végzett hallgatók, mint akik egy sima képzésben végezték el a felsőoktatási tanulmányaikat? Igen, különböző kutatások már erre rávilágítottak, köztük a GBI kutatása is. Jó példát tudnák mondani a HTM, ZRT, gépgyártás szakmai technikusok, akik itt végeztek a Széchenyi iskolában, tovább maradtak ott munkavállalóként, közel 12 fő, de tudnák még példát mondani külföldi vállalkozásoknál is. Tehát mindenki nagyon várja és nagyon szereti ezeket a tanulókat, akik a Széchenyiből, illetve az intézményekből érkeznek, hiszen nekik ez egy, hogy úgy mondjam, sokkal könnyebb lépés a munkavállalásnál, nem akkor érkezik először a tanuló, tehát nem telik el még 3 vagy 4 hónap, hogy beillesztik abba a munkakörnyezetbe, illetve a szakmai tudásuk és a legújabb technológiával találkoznak kinn a vállalkozásoknál, természetesen az iskolába is, de egy nagyon picit jobban begyakorolják ezeket. Jelenleg a Fehérváron érettségit szerző diákok körülbelül 1/4 választja ezt a duális képzési formát, ez az adat pedig évről évre nő. Ami annyira nem meglepő, tekintve, hogy a tapasztalatok szerint az ebben a képzésben diplomát szerző hallgatók gyakorlatilag a diploma megszerzése előtt el tudnak helyezkedni a szakmájukban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!